Köszöntöm nézőinket, mai helyszínünk a Tudás Központban található Csorba Győző könyvtár, vendégem pedig Gáspár Klára írónő, akit nagy szeretettel köszöntök itt, és találkozásunk nem véletlenül jött létre, hiszen könyvének harmadik része, a trilógia harmadik része is megjelent ebben az esztendőben, a Székely vér és a Székely szív után a Székely sors. Ismerjük egymást már egy ideje, ezért tegeződünk most, kedves Klára. Nem voltál te mindig írónő? Ez elmúlt években történt ez. Te egészen más területen dolgoztál, egy racionálisabb területen, mint a művészet, és ugye nem titok, de 40 évig a Pécsi Városházánál dolgoztál, a hatósági főosztályon. Egészen más világ volt az. És én úgy tudom, hogy az utóbbi években kezdtél el írni, mintha ez a tudatalatidban örökké ott lett volna. Hogy volt ez nálad? Valóban így volt, hogy 40 évig a hatósági főosztályon dolgoztam. Először ügyintézőként, majd igazgatási csoportvezetőként, aztán újra ügyintézőként, és abszolút nem foglalkoztam az írással, legfeljebb határozatokat írtam, és a paragrafusokat olvastam, úgyhogy tulajdonképpen akkor fogalmazott meg bennem, hogy szeretnék valamivel foglalkozni, amikor tudatára ébredtem, hogy el fogok menni nyugdíjba. És azon gondolkodtam, hogy mi az, ami úgy igazán közel áll hozzám, és mivel szeretnék foglalkozni, és ekkor jött az írás ötlete. Még egy dolog, ami adta ezt az ötletet, hogy az egyik barátnőm járt egy felsőfokú oktatásra, ahol mondta, hogy egy 70 év fölötti személyről kellene írni egy interjút. És akkor mondtam, hogy én ezt megírom apukámról. És akkor ez olyan nagyon jól sikerült, többen olvasták, és az adta az ötletet, hogy az édesapámnak örömet szerezzek, és írjam meg ezt az első regényemet. Székely származású vagy, illetve székely német származású. A családotokban ugye egyik szülőd székely volt, a másik német, és te ebben növekedtél fel. A könyveidnek a tartalma pedig ugye nem véletlen, mert a hányattatás, a nehéz sors, az nyilvánul meg mind ebben. Az, hogy székely német családból származol, ez mit jelentett? Mennyi jót és esetleg okozott-e problémát? Nem okozott sosem problémát. Igen, apukám székely származású, ő Bukovinából származik. Ő neki édesanyja, édesapja is székely, és a nevelő anyja, aki német. Tehát a regényemből majd kiderül, azért két szál, mert a nagyszüleimről van szó, akik székely német származásúak, tehát ők a székely fiú veszi feleségül a német úri kisasszonyt, és az ő hányattatásuk tulajdonképpen, ami nem a általánosan ismert székelyekről szóló hányattatás, hanem ettől egy kicsit eltér. Ezek a könyvek úgymond egymás után születtek. 2019-ben a Székely vér, 20-ban a Székely szív, és ebben az esztendőben, 22-ben pedig a Székely sors. Ez a harmadik, mint egy talán összefoglalása az előző kettőnek, vagy pedig egy lezárása? Nem összefoglalás, így van, inkább lezárás, illetve még lezárásnak sem mondanám, mert sokan kifogásolták, hogy nincs vége. Nyitva hagytam még a véget is. Az első rész az egy picit romantikusabb, ahol ugye megismerkednek egymással a főhőseim, a szerelem, meg ezek a dolgok. A második rész a háború alatt játszódik, az egy komolyabb, annak ellenére azért próbáltam abba is vidám jeleneteket bele csempészni, úgyhogy többen mondták, hogy miután elolvasták, nem az a nyomasztó érzés volt bennük, hanem jó érzéssel fejezték be a könyvet. A harmadik rész meg inkább politikai, a Rákosi rendszerbe játszódik. És azért hagytam nyitva ezt az egészet, ugye az első úgy kezdődik a prológus, hogy a nagyapám sírjánál ül a felesége. Most lehet, hogy úgy kellett volna befejezni, hogy a sírjánál ül a felesége, de nem ott fejeztem be, hanem a Rajk rendszerbe, tehát a 49-ben a Rajk per utáni eseményre, hogy újra úton van, tehát ő éveken keresztül állandóan úton volt, és megint bőröndel a kezében. Ezért választottam a borítóknak is mindenhol a bőröndöt és az utazást. Egy csodálatos viszony lehetett a családba, a közted és a nagyszüleid között is, hogy ennyit meséltek, mesélt a nagyapád, volt erre lehetőség, rengeteget találkoztatok, egy családban voltatok, mert van, amikor nagyszülők külön élnek. Hogy éltetek ti? Külön, és a nagyapám sajnos nem mesélt, mert én kicsi voltam, amikor ő meghalt.
tehát 9 éves voltam, amikor meghalt, viszont a nagyanyám, a német származású feleség, ő nagyon sokat mesélt a történtekről, természetesen apukám is. Végülis a nagyanyámtól többször inkább az édesapámnak a csintevései, meg ezekre a dolgokra voltam kíváncsi gyerekként, tehát felnőttként kezdtem igazán érdeklődni az igazi történet iránt, és hát a regényemben ugye van olyan szereplő, német kisasszony, aki még kis picike a regénybe, ő az, aki még nagyon sokat mesélt, a nagymamámnak a németországi testvére, az ő áttelepítésükről, ő tőle tudok. Korábban voltak jegyzeteid, mint egy sokan ugye, naplót írtak végi időszakban, ma már nem annyira divatos, vagy pedig az elmúlt éveknek a begyűjtött információ hírei alapján történt mindez? Igen, nem voltak. Az emlékeid alapján? Nem voltak, tehát emlékek alapján, ugye, meg hát a mai napig, ugye, hál' Isten édesapám még megvan, tehát közben is sokszor kérdezgettem, hogy akkor emlékezz vissza, hogy hogy volt ez így, meg tehát ilyenek, és hát amire meg nem emlékezett, azt meg kitaláltam, nyilván. És hogy kerültetek ide például? Te hogy kerültél Pécsre? Vagy te már itt születtél? Én Pécset születtem, de akkor még nem itt laktunk. Hát a hányattatásnak köszönhetően a nagyapáméknak az utolsó lakóhelye Pécsváradon volt. Akkor még ugye apukám ővelük élt, és ott ismerkedtek meg a szüleim Pécsváradon, a Zengő Néptánc Együttesben együtt táncoltak, és azt követően néhány költözés után kerültem én Pécsre, de előtte már Szekszárdon is laktam. Ezekben a könyvekben feltételezhető, anélkül is, ha az ember olvassa vagy nem olvassa, már a cím alapján is, hogy nagyon sok, tényleg nagyon sok szív, szeretet és érzelemérzés van, én úgy gondolom. Ezeket nem hiszem, hogy erőszakkal tudatosan kell belevinni, ez valószínű mind megvan benned. Természetesen semmit nem vittem bele erőszakosan. Én nagyon sokat olvastam így a székelységről, nyilván a családomat meg nagyon-nagyon szeretem, és hozzáolvastam. Aztán van egy barátnőm, akinek szintén székely származásúak a felmenői, ővele sokat beszélgettünk, sőt a középső részbe még be is csempésztem az ő nagypapáját is, aki Ács, hát most vagy ott volt, vagy nem, tehát nyilván nem tudom, de van egy olyan jelenet a regényemben, hogy leégett a falu, ami igaz, és akkor a barátnőm nagypapája is ott dolgozott, segített helyrehozni a falut. Ezeket a könyveket hogyan fogadta eddig a nagy közönség, az olvasó közönség? Hát nagyon jók a kritikák, rendszeresen figyelem, hogy jelenik-e meg valami róla, és egyetlen egy dolog, amit rossz kritikának ítélhetek, vagy mondhatom, hogy azt kifogásolják, hogy nem használom a székely tájszólást. És ez való, hát az elsőbe abszolút nem, a második, harmadiknál egy kicsit próbáltam rá figyelni, hogy ha a székely környezetbe játszódik, akkor tegyek bele néhány jellemző székely szót, vagy kifejezést, de igazán én azt nem ismerem, tehát ennek utána kellett olvasnom, mert a mi családunkban nem használtuk a tájszólást, tehát én nem hallottam őket így beszélni. Inkább németül beszéltek a nagyszüleim, úgyhogy. Minden könyvnek van ajánlója, az írók felkérnek valakit, hogy valamilyen módon lesz egy ember, aki megírja az ajánlót. A te könyveidnél hogy volt ez? Nincs. Nincsen? Nincs benne. Nincs. Nincsen? Nincs, abszolút csak prológusok vannak benne, általam írtak, úgyhogy egyáltalán nincs ajánló. Könyvbemutatókon van ajánló, azt azért szeretném elmondani, hogy az első könyvem elolvasása után a Fodor Zsóka színművésznő, ő maga ajánlotta föl, hogy szívesen felolvas, ha van író, olvasó, találkozó, mert nagyon tetszett neki. És hát olyannyira összebarátkoztunk, hogy most már minden könyvbemutatomra, ha csak megteheti, akkor eljön velem. Úgyhogy azt hiszem az ő ajánlása számomra a legjobb. További könyveknél, ha volt esetleg bemutató, akkor ott kik voltak az ajánlók, lehet tudni? A könyvekben nincsen ajánló, úgy gondoltam, hogy nincsen ajánló. A bemutatókon mindig, tehát az első könyvbemutatón a Bukovinai Székelyek Szövetségének az alelnökét kértem föl, a Csiki Bélát, hogy tartsa meg a megnyitót. A második könyvbemutatón a dr. Szilli Katalin államtitkár tartotta a bemutatót, és a harmadiknál meg a polgármester úr, dr. Péterfi Attila.
Értem. Milyen korosztálynak ajánlható? Ugye olvasmányos, könnyen, hamar ki lehet olvasni, akár fiataloknak is lehet ezt csináló, vagy a szívüket természetesen. Nyilvánvaló, hogy az én korosztályom kedveli jobban, mert ő nekik jobban felidéz vagy emlékeket, vagy a szülők által elmondott emlékeket, ugye sokan, de attól függetlenül olyan olvasmányos, vagy olyan történet, hogy fiataloknak is tetszett, meg azért olvassák fiatalok is, tehát hallottam már vissza, hogy nekik is tetszett. Három könyv után nincs megállás, gondolom. Készül már a következő? Van terved, de írni még? Hát igen, igen, tulajdonképpen két könyv is így félig meddig elkezdődött. Az egyik az egy krimi vagy thriller, nem is tudom, majd meglátom, hogy lesz-e belőle valami, de az íróasztalomban ott van, illetve a laptopon. A másik meg szintén ilyen háború közeli regény, és a versírás most ez az újabb, ami a hobbim lett. Igen, tehát nem csak a próza világában alkotsz tehetségesen, hanem tényleg verseket is írsz. Milyen jellegű verseket? Milyen hangvételű? Humoros talán, vagy komolyan, vagy hova szól, kinek szól? Nem sorolom magam még sehova, még nagyon keresem az utamat. Nagyon szeretem a humoros verseket, tehát az a kedvencem, de igen, sok komoly verset is írtam, sőt, hát egész szonetkoszorút írtam a háborúról, ami nem rossz, és meg is jelent, tehát a kortárs magyar irodalom verslistának a folyóiratában megjelent ez, úgyhogy írok ilyet is, olyat is. Valakinek van egy művészi vénája, tehetsége, adottsága, valamilyen, akár a festészet legyen, az írás, vagy tényleg bármi, ez már egészen kicsi korban meg szokott mutatkozni. Mondjuk az íróknál az, hogy jól fogalmaz a gyerek. Te hogy voltál ezzel kiskorodban? Tehát mennyire volt egyértelmű, hogy te jól írsz, és esetleg talán még lehet belőled ezen a téren valami, vagy nem is volt gondolatba ez? Hát az, hogy lesz ebből valami, nem hiszem, hogy gondolatban volt, ha csak a szüleim hátsó gondolatában nem. Jól fogalmaztam mindig, tehát én mindig ötös voltam magyarból is, nyelvtanból is, sőt, középiskolában azért néhány ilyen fordító verseny, tehát németből magyarra fordító versenyen műfordítást végeztem, és jó eredménnyel, tehát ott is kellett fogalmazni, de nem volt ez soha cél. Aztán szerettem, a művészeteket általában szerettem, mert ugye az apukám énekelt, hangszerrel játszott, az anyukám fest. Úgyhogy nálunk ez alapvető volt, hogy a művészeteket szeretjük. Tehát én kiskoromtól színházba jártam, zenét tanultam. Az, hogy én belőlem művész lesz, azt sose gondoltam, mert én inkább mindig a számítástechnika, meg ezeket a dolgokat szerettem. Tehát nem annyira a művészet az addig, hogy elmegyek színházba, elmegyek hangversenyre, de nem tovább. És mit hoz az élet? Illetve te Székelyföldre milyen gyakran látogattál el, mennyire húzod a szíved, vagy hogy vagy te ezzel az utazási késztetéssel? Hát sajnos nem, sajnos azt mondhatom, hogy nem. Nagymamám gyermekkoromban elvitt, tehát ezek a helyszínek, amiket a regényeimben felsorolok, ezeket végigjártam. Egyet kivéve, ami ugye akkor Szovjetunió, most Ukrajna, tehát Csernovic van, ott nem voltam, ahol a nagypapám dolgozott, de a többi városban természetesen voltam, vagy faluban a nagymamámmal, de gyerekkoromban. Felnőttként nem jártam végig ezt az utat, hát pont 20-ba szerettünk volna menni, amikor a Covid miatt nem lehetett. Ezekben te mit üzensz, vagy mi összefoglalod, vagy mi történik nálad a prológusban? Hát az elsőben mindenképpen az, hogy egyáltalán honnan indult el a nagyapám, tehát ugye ez volt a lényege, hogy már nem él, de a sárguló fényképeket lapozgatom, és akkor hogy szeretném megírni, hogy honnan indult el tulajdonképpen. A prológus valahol a regénynek a, hát nem tartalmát, de a lényegét szedik ki, mert a második részben ugye a hangsúly a gyermekre, a gyermekért folyó harcra, és a harmadik rész pedig a politikára hegyezi ki. Az elején azt mondtad, hogy nem biztos, hogy ez egy lezárása ennek a trilógiának. Ez mit jelent?
nem úgy, hogy nem lezárása, tehát én befejeztem a trilógiát, hanem úgy gondoltam, hogy a teljes lezárás ugye akkor lett volna, ha én ugye az első részben elkezdem a sírjánál, visszaemlékezek, és a befejezésként a sírjánál fejezem be. Az egy teljes lezárás. Na most én annál egy picit ugye előbb fejeztem be, és nyitva hagytam az utolsó 20 évét, tehát arról nem írtam tulajdonképpen. Akarsz? Nem. Miért? Nem. Nem szeretném, mert ugye ott vannak az 56-os és egyéb események, és én azt nem kívánom. Írtak arról már nagyon sokan, nem is szeretek politizálni, és nem is szeretnék. Nem szeretnék. Értem. Jelenleg mivel foglalkozol? Mert az írás a hobbi is lehet sok embernek, viszont már te profi vagy ezen a téren. Mi az, amit teszel szabadidődben? Hát nyugdíj mellett dolgozom, tehát olyan nagyon sok szabadidőm azért nincs 6 órában, de írom a verseket, nagyon-nagyon szeretek utazni, minden évben többször utazok, és azt is nagy műgonddal tervezem meg az utazásaimat, meg utána elkészítem a filmecskét belőle, hogy mi történt. Minden évben megyek Veronába megnézni egy-két opera előadást, ez a legnagyobb hobbim, vagy ha nem Veronába, akkor máshova, de Olaszországba mindig elmegyek egy-két opera fesztiválra, vagy valamire, úgyhogy, és mindig találok ehhez társakat, barátnőket, akik jönnek velem, úgyhogy 3-4-en szoktunk menni így. A családban mondtad, hogy vannak ugye művészi tehetséggel megáldott felmenőid. Konkrétan írni ír-e valaki? Nem. Nem? Akkor te vagy az első ámszem. Igen. A te gyermekeidnél, gyermekednél jelentkeznek-e ilyenfajta tehetségvonalak, tehetségszálak? Hát ez érdekes, nem tudom. Én nagyon büszke vagyok a gyermekeimre, de még írást nem tapasztaltam egyiknél se. 3 fiam van. A legnagyobbik fiam az rendszeresen tart ilyen, vagy tartott tréningeket, ami most nagyon divatos ezekben az MLM rendszerekben. Tehát nagyon jó beszélőkéje van, nagyon jól meg tudja fogalmazni a gondolatait. A középső fiam írással, zenével nem igazán foglalkozik, őt inkább a sportok érdeklik. A legkisebbik fiam meg egy kicsit belekóstolt a rapbe, de írásra nem, legfeljebb az ő saját szövegeit. Köszönöm ezt a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a későbbi könyvekhez, versekhez. Kedves nézőink, Önök Gáspár Klára írónőt láthatták, hallhatták az elmúlt közel fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!